tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakozd az öveget, és tűnt be hozzánk a Parallaxisba. Parallaxis. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Média bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények, Klaudiával, aki hitoktató, Miklóssal, aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastje. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Parallaxis 65. része, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Húsvétkor mi is lehetne a témánk, mint a vallás és a tudomány viszonya, de hogy végül sikerül-e megérintenünk Isten arcát, vagy legalább szelfizni Jézussal, azt ezúttal is állandó beszélgető társaimmal vitatjuk meg. Mai témánkat a szokásostól eltérően tehát nem egy filmre fűztük fel, de azért említsük meg a Carl Sagan regény alapján írt kapcsolat című mozit, amelyet a Parallax is 20. részében beszéltünk ki, és amely cselekményét tekintve érdekes kérdéseket vet fel a témában. Köszöntöm tehát Ivan is Rigá Klaudiát, a Bakonyi Csillagászati Egyesület alapító tagját. Szia, Klaudia! Sziasztok! És Vince Miklóst, az MTA Elte Elméleti Fizikai Kutatócsoport tudományos főmunkatársát. Szia, Miki! Hello! Kéle coming out hisztek-e Istenben, intelligens designerben vagy más felsőbb hatalomban, és számotokra hogyan racionalizálódik a vallás és a tudomány viszonya? Jó, hát én coming out olok. én, én, én hiszek, igen, tehát én úgy gondolom, hogy valami ilyen, ahogy jól, jól mondtad, valami felső hatalom az, az, az van, de hát azért elég nehéz, hogy ezt hogy lehet összeegyeztetni néhány szempontból olyasmikkel, amik megfigyelési tapasztalatok a világról. Tehát nyilvánvaló, hogy amiben én hiszek, az nem az a fajta istenkép, de amire úgy szoktak hivatkozni, hogy a hézagok istene, vagy the god of gaps, ami lényegében abból ered, hogy hogy ugye az őskor óta megfigyelhetjük azt, hogy az olyan természeti jelenségeket, amikre nem tudjuk a magyarázatot, azt szépen lőcsöljük egy, egy Istenre. Tulajdonképpen ezzel azt csináljuk, hogy egyszerűen néven nevezzük mindazt, amit nem tudunk a világról, és elnevezzük Istennek. Nyilvánvaló, hogy amint a, a, a természettudomány egyre többet tár fel a világból, ez a fajta Isten, ez úgymond visszaszorul, tehát ezek a rések egyre inkább beszűkülnek, most már nem. Gondoljuk, hogy egy vulkánkitöréshez, vagy egy napfogyatkozáshoz, vagy ilyesmihez, különböző isten alakokat kell beiktatni a, a Pantheonba, tehát ezt a fajta dolgot, aminek a késői, hát hogy mondjam, csak megnyilvánulásai, az ilyen kreacionista dolgok. Például ezt hívhatnánk racionalizálásnak, hogy abban a, abban a rések Istenében én nem hiszek, azt azonban végül is elfogadhatónak tartom, hogy van valamiféle spirituális síkja ennek az egész történetnek, ami viszont természettudományos eszközökkel nem ragadható meg. Na hát, kedves Miklós, én pont, vagy, vagy meg Ádám, pont uh, így vigyorogtam is, amikor bemutattál, ugye mindig így szoktál bemutatni, hogy a... Bakonyi Csillagászati Egyesület alapító tagja, és hát most úgy kellett volna kivételesen bemutatnod, hogy Ivanics Réger Klaudia, aki katolikus hitoktató amúgy, mert most ez talán így jobban témába vág. Tehát igen, nekem ugye kezdve, tehát ott van egy nagyon érdekes végzettségem, amin a legtöbb ember, akivel találkozom újonnan, és engem nem ismer, az mindig tátja a száját, hogy tehát nekem az eredeti végzettségem az valóban egy, egy katolikus hitoktató, és erre jött aztán, illetve jött inkább mellé egy, egy természettudományos érdeklődés, ugye Csillagászati Egyesület, és aztán ehhez az egyesülethez jött, illetve hát nyilván tanár szakban dolgozok, tudják, hogy egy szak nem szak, jött egy földrajztanár végzettség, néhány évvel ezelőtt szereztem meg, és most már három éve tanítok földrajzot és környezetet, és hát ugye szoktam is ezzel poénkodni, hogy akkor az én két nagy témám, ugye az ég és a föld, ugye a vallás, és ugye a, hát mondjuk azt, hogy a geológia, meg a geográfia, és hát maga a hitemről annyit kell tudni, hogy annak ellenére, hogy tényleg nekem egy nagyon mélyen gyökerező, Ö, katolikus hitem van, ami nem csak a hitben, hanem ugye a, a vallás gyakorlatban is megnyilvánul, tehát ide beletartozik ugye a templomban, a szentmisén való részvétel vasárnaponként ö, meg felolvasni is szoktam, tehát tényleg aktívan kiveszem a részemet, egy időben kórusban is énekeltem, stb. stb. Nyilván katolikus iskolába jártam, középiskolába, szóval ez annyira nem meglepő, aztán a kedves hallgatók közül, aki tudja, hogy mi az, hogy minisztrálni, vagy minisztrálni, minisztráltam, és tulajdonképpen onnan jött nekem ez az egész, vagy hát ez nagyon sokat segített. Viszont én nem apostrofálom magam olyan hát klasszikus hitoktatóként, meg klasszikus vallásos emberként, és ezt tényleg aki ismer, az alá tudja támasztani, hogy, hogy én, én elég próbálok úgy fogalmazni, hogy ne legyen félreérthető, elég szabad elvűen gondolkodom, és amúgy nagyon elfogadó vagyok, nem csak a más vallásúakkal, hanem akár az ateistákkal szemben is. Nekem rengeteg ismerősöm van, közeli ismerősök, barátok, a tényleg a legkülönbözőbb felekezetekhez tartozók, vagy, vagy éppen ateisták, és, és én, én, hát most ez kicsit hülyén hangzik, de én szeretem is magam ilyen különböző emberekkel kere, ö, körülvenni magamat, mert, mert szeretem meghallgatni az ő véleményüket, az ő látásmódjukat, a, úgy, úgy általában a vallás, vagy éppen a vallástalanság területén, és, és én abszolút elfogadom, tehát én sose, sose kötözködtem senkivel, sose próbáltam senkit se ö, mondjuk megtéríteni, tehát én nem is nagyon feltétlenül feltétlenül szeretem a, azt a kifejezetten ilyen ö, fundamentálisan, meg, meg ugye akinek ilyen nagyon csőlátása van, és, és olyan ö, hívő, ö, nem, nem feltétlenül szeretem ezeket az irányzatokat, tehát én, én tényleg próbálok minél inkább elfogadó lenni, és nyilván ez azért van, mert azért én a vallás mellett a természettudományjal is foglalkozom, és hát ugye tudjuk azt, hogy a vallás és a természettudomány bizony nagyon sokáig, és valamennyire még most is ugye hát szemben állt egymással. Én meg ezt olyan szinten próbáltam összehozni, hogy ebből írtam szakdolgozatot, és akkor Miklós itt gyorsan vissza kapcsolnék arra, amire, amiről te beszéltél, ugye, hogy ez a kis rések istene, vagy hogyan fogalmaztál, hogy én amúgy meg pont, hogy szeretem ezt a témát, hogy, és én erről írtam szakdolgozatot, hogy hol, hol vannak a tudományban azok a rések, amiket a jelenlegi tudományos állással még nem tudunk megmagyarázni, és hogy oda egy hívő ember hogyan tudja beleilleszteni az Istent. És ez amúgy szerintem nem zárja ki azt, hogyha esetleg egy ilyen részt a tudomány betölt, attól még mondjuk ne legyen ott az Isten. Ja, persze, tehát hogy az Isten, az, hogyha van, akkor nyilván definíció szerint mindenhol ott van, tehát még azokban a tudományos összefüggésekben is nyilvánvalóan ott van, amelyeket ugye feltár a tudomány, tehát nyilván ugye van, van az a fajta hát ilyen természettudományos vallásosság, talán ez a spinó, spinózaféle megközelítés talán, ami, ami kicsit talán hajaz, távol keleti kultúráknak a panteista megközelítésére is valamilyen szempontból, ami azt mondja, hogy igen, hát végül is, például a fizika törvényei, vagy akár a matematika törvényei, az az, az a nyelv, ahogy az Isten kommunikál. Tehát hogy ez is ilyet is lehet mondani, ilyen értelemben persze azt lehet mondani, hogy még ha úgymond betöltésre vagy betömésre is kerülnek azok a hézagok, az, az sem kell, hogy bárkit elkedvetlenítsen. Úgy, eddig ugye az volt a tendencia, hogy, hogy egyre kisebbek a rések, és, és, ezt ugye a tudomány egyre hatékonyabban tömi be, hát természetesen soha nem lesznek betömve a rések, tehát nyilván vannak olyan kérdések, amikre szerintem definíciószerűen soha nem fogunk tudni választ kapni, és ott viszont Például egy nagyon jó kérdés ez, hogy például, a, a, amivel majd Brian schmidt beszélgettünk egy kicsit, aki ugye nobel díjas fizikus, például fizikai elméletnek tekinthető -e a multiverzum elmélet? A, a, ez egy érdekes kérdés, ugye? Tehát van egy istenszerűnek tűnő felfedezés, amit az ember megtehet, ha ránéz a világra, ami pedig az, hogy milyen érdekes, hogy mennyi minden milyen finoman be van hangolva. Tehát, hogy van például öt olyan paraméter, vagy hat... Hat, hat, olyan paraméter, ami ne, semmilyen fizikai elméletből nem jön ki. Mit tudom én például az, hogy az elektronnak meg a protonnak a tömege hogy aránylik egymáshoz. Most, hogyha az ember megtekergeti ezt az arányszámot, mondjuk akár csak egy picit néhány százalékkal, akár például, és meg van néhány ilyen paraméter, Például az is, hogy miért pont háromdimenziós világban élünk, például ez a, ez a szám is egy olyasmi, például miért pont annyi egy csomó minden. Tehát hogyha ezeket a számokat egy picit megváltoztatnánk, akkor egyszerűen nem lenne lakható a világegyetem, nem lenne benne egy olyan ember, aki felteszi ezeket a kérdéseket, hogy, hogy mi, mi végre is vagyunk itt. Ugye? Na most ez egy csodálatos dolog, amire jelen tudásunk szerint a fizika nem ad választ. Nyilván, ha megszületik egy nagy egyesített elmélet egyszer, amiből egy csomó mindenki jön, az is valójában nem fog tudni, abba, abba, is kell minimum egy vagy kettő kezdő paraméter. Sőt, még igazából az, hogy kettő meg kettő az négy, az sem olyasmi, ami feltétlenül egy... egy tehát, hogy konkrétan a matematikai szabályai miért úgy érvényesek, ahogy, ezt mi el se tudjuk képzelni, mert annyira ebbe a világban élünk, de hát, hogy... De miért? Tehát, hogy valakinek a játékszabályokat úgymond le, lehet, hogy le kellett fektetni. Na most akkor ez nyilván a fizikusoknak nem tetszik, és akkor, vagyis hát nem, azért nem tetszik, hanem a fizikus, én pont Jáki Szaniszló, aki egyébként úgy volt egyébként egy, 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 egy pannonhalmi bencés szerzetes, hogy, 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 hogy egyébként a kozmológiával foglalkozott, meg Princetonban az Institute for Advanced Study-ban is dolgozott, ahol egyébként Einstein meg a többiek is voltak, tehát kitűnő, kitűnő, nagy elme volt. És, és, és ő mondta, hogy persze, hát amikor ő fizikusként dolgozik, vagy kozmológusként dolgozik. Egy kitűnő könyve egyébként az Isten és a kozmológusok című könyv, ezt mindenkinek ajánlom olvasásra. Szóval, hogy, hogy amikor az ember fizikusként dolgozik, még akkor is, ha egyébként egy szerzetes, zárójel maga az ősrobbanást felfedező lömet is egyébként, az ősrobbanást ötletét kitaláló lömetr is egy szerzetes volt Belgiumban. Tehát, hogy az van, hogy, hogy, hogy amikor fizikusként dolgozik az ember, akkor, a, az, az a célja, hogy Isten nélkül írja le a világot. Ez nem egy Isten káromlás, ez, ez a dolga a fizikának. Pont azért, mert a, mert a hívő is egyébként az igazságra kell, hogy törekedjen, és az egy bárványimádás, hogyha olyasmiben látjuk bele az Istent, ahol nincs. Vagy hát nyilván ott van, de hogy nem az, hogy csodaként, vagy, hogy egy csoda az, hogy kitört a vulkán, aki ezt ennyivel elintézi az ugye tulajdonképpen kevesebbet ismer meg a teremtésből. Tehát, tehát a, a tudósnak, még a vallásos is nyilván arra kell törekednie, hogy visszaszorítsa ezeket a, a, a réseket. Érdekes. De ez, ez mondta erre a Jaki hogy ez neki sose okozott problémát. A mindegy, mit csinál a fizikus, ha rájön, hogy finoman van hangolva az univerzum. Hát kénytelen ilyesmit posztulálni, hogy mi van, hogyha van rengeteg másik univerzum. Ugye ez a multiverzumok, amikről már volt parallaxis adás, hogy oké, hogy, okay, hogy hogy oké, okay, hogy tök valószínűtlen, hogy minden pont tök jól legyen beállítva, ezt, ezt akkor csak úgy kerülhetjük el, úgymond az értelmes beállítgatás gondolatát, hogyha feltételezzük, hogy ja, egyébként van végtelen sok univerzum, és mindegyikben máshogy vannak beállítva az állandók, és semmi csodálkozni való nincs abban, hogy mi épp egy olyanban élünk, ahol jól van beállítva, mert különben nem lennénk itt, hogy feltegyük ezt a kérdést. Viszont, és akkor itt jövök én, és Jákis Szaniszló is itt mondja a kritikáját, hogy a multiverzum elmélet egy olyan elmélet, ami nem igazolható és nem cáfolható. Tehát ilyen értelemben nem egy természettudományos elmélet, hanem ha úgy tetszik, egy hittétel. Tehát az ember itt akkor magára marad, mert soha nem lesz információnk, ami egy másik univerzumból jön át. Nem is biztos, hogy értelmes ez a kérdés. Tehát akkor most az ember vagy elhiszi, hogy kézzel van beállítva, vagy elhiszi, hogy van végtelen világegyetem, de igazából egyik feltételezés sem abszurdabb a másiknál, és kész. És például ez szerintem egy olyan kérdés, amire könnyen lehet, hogy tudományos módszerrel soha nem fogunk választ kapni, tehát marad igazából a hit. Igen ha már még erről beszélünk ezekről a geppekről, nekem van egy nagyon jó példám az egyik ilyen gepnek a kitöltésére, és szerintem azok a hallgatók is fogják ezt ismerni, akik amúgy nem vallásosak, mert ez egy, egy teljesen evidens történet, mindenki tudja, ugye az a bizonyos eset, amikor a Mózes ketté választja a vörös tengert, és a Biblia úgy fogalmaz, hogy a víz jobb és bal felül úgy állt, mint a fal, ami lehet amúgy költői túlzás, mert aki tanult Biblia elemzést, azt tudja, hogy azért a Biblia ilyen költői túlzásokkal néha szokott hát, élni. Na most nekem ez egy nagyon jó példa, én ezt egy egy tudományos leírásban olvastam, illetve egy dokumentumfilm is készült erről ugye kitöltötték ezt a lyukat, ugye az, hogy ott a vörös Tengert szétválasztotta Mózes, ez ugye csoda volt, csodának pedig azt nevezzük azt a dolgot, amit ugye természettudományosan, mondjuk épésszel nem tudunk megmagyarázni. És hát lett, volt, egy, volt egy tudós páros, az egyik az konkrétan egy informatikus volt, a másik az pedig egy geológus, akik megoldották a csodát. Tehát egyrészt ugye megnézték, visszakövették azt, hogy konkrétan hol keltek át a vörös tengeren Mózesék, és ugye nem magán a tenger résznél, hanem hogyha most így valakinek a fejében megjelenik a, a vörös tenger képe, akkor tudja, hogy azért ott az az északi csücsök, az, az két ilyen kis, nagyon vékony kis tengersáv, ami abban az időben, amikor Mózes élt, ugye azt azért ki tudjuk számolni, hogy ő mikor élt, abban az időben tehát Jézus előtt körülbelül 2000 évvel, az egy mocsaras terület volt. És ugye szépen leírja a Biblia, hogy egész éjjel tartó, keleti széllel kiszárította ö, Isten ugye a tengerfenekét. Na most miután megállapították, hogy hol mentek át mózeség, és hogy ott milyen volt akkoriban a, a, a terep, ugye, hogy mocsár, ez az informatikus ö, srác írt egy programot egy szuper számítógépre és tulajdonképpen az volt az alapja, hogy a szuper számítógép legyen szíves kiszámolni, hogyha ott egy egész éjszakán, tehát mondjuk 8 órán keresztül erős keleti szél fúj, akkor kiszárad-e az a mocsaras vizes terület. És a számítógép számolt, és másnapra megadta a választ, hogy igen, 42. Na, szóval másnapra megadta a választ, hogy igen, az a terület ki tud száradni. Tehát meg volt oldva a csoda, és tudományosan be volt bizonyítva a csoda. És akkor ugye felmerül a hívő emberben a kérdés, hogy akkor most ezt innentől kezdve nevezhetjük egy csodának. És ezt nem én mondtam ezt a választ, hanem egy nagyon jó választ kaptam valakitől, hogy igen, ettől ez még csoda, és ebben még ott van az Isten, mert az a helyzet, hogy ott kiszáradjon a tenger, és hogy ők el tudjanak ugye menekülni az őket üldöző egyiptomiak elől, az ott pont akkor kellett. Tehát, hogy itt nem is maga a, a, az a csoda, hogy, hogy az ott kiszáradt, és meg is tudjuk természettudományosan magyarázni, hanem hogy pont akkor kellett, hogy kiszáradjon. És, és, én például ebben látom a, a, a csodát, és hogyha tehát nyilván rengeteg hívő embernek van ö, problémája ebből, hogy egy csodát megmagyaráznak, vagy egy, egy ilyen gepet betöltenek, és akkor nem tudja, hogy hogy álljam most ehhez, és, és én most főleg neki üzenem, hogy, 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 hogy Isten mindig a helyzetben ö, van jelen. Én meg azt üzenem a hallgatóknak, hogyha az archívumunkban, hogyha érdekli őket ez, akkor akkor hallgassák meg az Özönvíz tűzes eső szétnyíló tenger című parallaxis epizódot, ami a 15. parallaxis epizód volt, ami, amikor ezekkel foglalkoztunk, illetve a szodoma és gomorra meteorral, illetve az, a, a, a fekete tenger kialakulásával, ugye, amit a Noé bárkájával, meg a Gilgames eposztal összefüggésbe, és, és uh, a, szóval hogy erről, erről volt egy parallaxis adás, ami most itt közben visszanéztem, hogy ez konkrétan 2019. novemberében a 15. adás, jó rég volt, de ezt is ajánlhatjuk akkor már meghallgatásra. Hogy egyébként meg az is eszembe jutott, hogy, hogy van, ez a, van ez a fajta megközelítés, amivel nyilván például a Böröstenger visszahúzódását, teljesen jól meg lehet magyarázni. Nyilván nem mindent, hogy Józsué megállítja a napot, például arra nehéz lesz csillagászati magyarázatot találni. De hát ez nem, de ugye vannak ezek a érdekes kérdések, Betlemi csillaggal is sokat foglalkoztunk, ugye, de most ott a, viszont van egy teljesen más megközelítés, és igazából engem ez nyűgözött le, ez taglózott le teljesen. Ez nem egy személyes találkozás volt, de egy ismerősöm ismerőse, tehát egy, egy, egy személyes találkozásról szóló személyes történet, hogy egy kozmológiai konferencián, ahol tehát az ősrobbanás részleteiről beszéltek, ott volt egy, egy, egy kozmológus, egy kutató, aki egyébként ilyen ultraortodox, haszid zsidó. Tehát az a, az a, az a klasszikus, tudjátok, a pajeszkaftán minden. Ráadásul nem csak, hogy egy gyakorló zsidó volt, mert egyébként attól még, ez nem, például a haszidizmusban sincs annyira megkövetelve, hogy az embernek konkrétan miben kell hinnie, hanem igazából az van megkövetelve, hogy mit kell csinálni, és az, ugye, de ez ő konkrétan kiderült, hogy ő egy rabbi. Tehát egy olyan rabbi, aki egyébként konkrétan hisz abban, hogy a, hogy a világ az körülbelül 6000 éves, és közben egyébként kozmológusként is dolgozik, és mint kozmológus tudja, hogy az ősrobbanás 13,8 milliárd évvel ezelőtt történt, hogy más nem mondjunk. Ugye láthatóan ez ellentmondásban van. És akkor nyilván megkérdezte az ismerősöm ezt a kozmogust, hogy ezt ő hogy oldja meg, vagy hogy gondolkozik erről az egészről. Hogy ez, ez hogy lehetséges? Hogy hogy, hogy hogy lehet, hogy egy emberben ez fel van oldva? És egyébként csodálatos, hogy az emberi elme hogy működik, mert azt mondta, hogy igen, ő is nagyon csodálkozik azon, hogy milyen érdekes, hogy, a, hogy az Isten 6000 évvel ezelőtt ilyen öregnek teremtette a világot. Jaj! De ez egy zseniális, egy zseniális gondolat, ugye? Mert gondoljunk bele, semmi bizonyítékunk nincs arra, hogy nem egy másodperccel ezelőtt teremtődött a világ, úgyhogy most éppen úgy tűnik, hogy nekünk vannak gondolataink, izé, bla bla bla. Hogy, hogy, hogy természetesen egy mindenható lénynek. Hatalmában áll egy olyan világot teremteni két másodperccel ezelőtt velünk együtt, ami úgy tűnik, mintha 13,8 milliárd éves lenne. Nincs itt semmiféle ellentmondás. Attól még meg lehet ismerni, hogy ez a világ milyen, milyennek néz ki, stb. Tehát szerintem bizonyos értelemben szenzációs. De olyan választ adott, amit igazából nem, nem vártam volna. Tehát nem azzal jött, hogy hát, mint tudjuk, szimbolikus elbeszélésként értelmezendő a teremtés történet, és a hat nap az tulajdonképpen hat korszakot jelent, tehát nem, semmi ilyesmi, mert ez neki nem opció, tehát ugye nem, tehát tényleg úgy gondolja, hogy 6000 éves is és tényleg kozmológus, és, és, összerakta a fejében. Valószínűleg máshogy nem is rakhatta volna össze, de összerakta. <laughs> Úgyhogy egyik se sérüljön. Na, látod például nálam ilyen hát, probléma, most ez ő neki nem probléma, nekem mondjuk furcsa, minden esetre érdekes, tehát nálam ilyen nincsen. Jó, ugye a katolikus vallásban alapból nincs az, hogy a hat napot azt mi hat ezer évnek írjuk, tehát ilyen nálunk sose volt, tehát egy egyáltalán a kereszténységnél nem volt ilyen magyarázás a Bibliának, tehát ugye nálunk tényleg ez a, hát nagyjából amit Miki, te is elmondtál, hogy a, a hat nap azt mi úgy értelmezzük, hogy az valamennyi idő, nem tudjuk, hogy mennyi, illetve hát nyilván a tudomány azt tudja, Teremtésből nem tudjuk, de hat nap az konkrétan ott azért van hat napnak írva a teremtésnél, mert ugye tudjuk, hogy az Isten a hetedik napon megpihent, ugye ez a zsidóknak volt ugye a szabbát a hetedik nap, és ez tulajdonképpen nem más, ezt úgy hívjuk, hogy egy utólagos megokolás, egy öciológia, amikor már ugye, amikor a, a teremtés könyvét leírták, nyilván tudjuk, hogy isteni sugalmazásra, azért rengeteg ilyen utólagos megokolás van benne, tehát ugye az akkor élő emberek meg akarták okolni azt, hogy ők miért dolgoznak hat napot, és a hetedik nap az miért ünnep, és akkor erre szépen fölépítették azt, hogy akkor Isten hat nap alatt teremtette a világot, és a hetedik nap megpihent, de az nem hat nap, meg nem hat év, meg nem hat ezer év, hanem valamennyi idő. És egyébként ugye egy, egy népies etimológizálás is megfigyelhető benne, mert ugye a sabát szót, a, ami tényleg a hetedik napnak a neve, azt ilyen módon hozzákötötték a megpihenést jelentő Héber ige gyökhöz, holott egyébként nem onnan származik a szó, hanem egyébként a babiloni fogság idején vették át magát azt a szót is, hogy sabát, egy szapatú nevű ezopotámiai uh, istenségnek a nevéről. Szóval egyébként uh, szenzációs, egyébként érdekes, hogy, hogy uh, azt gondolnák egyébként az emberek, hogy biztos a Teremtés könyvét írták a legrégebben, de valóban az az Ószövetségnek egyik legkésőbb keletkezett része. Konkrétan a legrégebbi szövegrészlet az azt hiszem a, a Deborah ének a Bírák könyvében, ami a, a, Héber nyelvnek a, az egyik legősibb szövegváltozatát mutatja. Szóval az is egy nagyon érdekes, hogy hol és milyen célból mi állt össze. Nyilván mondtad, hogy, hogy most valami, hogy mondtad, hogy, hogy ihletet, vagy nem tudom, hogy, hogy fogalmaztad meg? Hogy, hogy, sugalmazott írások ezek nyilván, de azért vegyük észre, hogy, hogy ez egy egész könyvtár, tehát nem véletlen, hogy a Biblia az egy többes szentet, ebben nagyon sok-nagyon sokféle könyv van. Például... Igen, ugye a Biblia azt jelenti eleve, hogy a könyvek gyűjteménye. Igen. Így van. Tehát, hogy, hogy ott van például ugye az, hogy, hogy, hogy vannak benne olyanok, ami konkrétan történeti jellegű leírások, de olyan is van, ami konkrétan tanmeseként be, került bele. Tehát például a Jónás könyvéről tudjuk, hogy az tanmeseként ugyanolyan, hogy mondjam csak, ugyanolyan példabeszédként került bele, mint amiket aztán Jézus is mondott, amikor mindenféle sztorikat mesélt, ugye példabeszédeket. Hát például a Jónás könyvéről lehet tudni, hogy az nem az, hogy, hogy nem, nem az volt a funkciója ebben a könyvtárban ennek a történetnek, hogy most tényleg bekapott egy csáv, volt egy bálna, és hogy izé, hanem, hanem ta, ez egy tanmese, ami nyilván a korabeli kulturális életben, vagy, vagy nevelésben, vagy vallási nevelésben ennek a mesének volt egy fontos szerepe, és így belekerült. De nem is átsingózik arra, hogy ez egy történetmes, egy krónika lenne, mint mondjuk a Királyok könyvében, tudom én, hogy nyilván, nyilván az valamennyire hasonló, mondjuk egy történeti krónikához, de például ez, ez, ez a Jónást bekapta valami, a Bálna, micsoda, Szethal story, ugye ez például ilyesmi, ami nem is azért került bele. Tehát most, és egyébként valahogy a Teremtés könyve is szerintem inkább, ahogy mondtad is, ilyesmi, tehát ennek van valami, hogy hívják ki a, a, a üzenete. Például ez esetben, hogy a pihenésnek megadja az ideológiai hátterét, hogy a hetedik napon mi megyünk el pihenni, többek közt mely egy csomó más. Most mi is elmegyünk egyet susszonni, de fél percen belül visszatérünk, és folytatjuk a beszélgetést. Maradjatok velünk és ha módotokban áll, kérlek támogassátok a parallax és működését a patreon oldalunkon keresztül. Ha a hozzánk hasonlóan neked is szenvedélyed a tudomány és a fantasztikum és szívesen lépsz be a Parallaxis univerzumba, arra kérünk, hogy legyél a támogatónk és segíts te is az ismeretterjesztést. terjesztést. Látogass el a patreon.com per Parallaxis címre, ahol a különleges tartalmak mellett már akár napokkal korábban hallgathatod a Parallaxis Podcast legújabb részét. patreon.com per Parallaxis Parallaxis Folytassuk a műsort egy kedves hallgatónk Bán Tamás kérdésével, aki arra kíváncsi, hogy szerintetek a vallás mindig velünk marad-e, hogy ez egy folyamat, a végén pedig jelentéktelenné válik, hiszen a vallások szerepe legalábbis, ami a bennünket körülvevő világ megmagyarázását illeti, már teljesen elavult és értelmetlen. Nyilván volt egy visszaesés a történelmi értelemben vett felvilágosodás óta, ennek rengeteg oka van, tudomány megjelenése, az egyház kiszállása a politikai irányításból, ami amúgy nyilván szerintem jó dolog, tehát tényleg az egyház az foglalkozzon a saját dolgával. De mi tulajdonképpen az egyház dolga? Igen, <laughs> ez most egy olyan kérdés, hogy nekem teszed föl, amiről én egy órán keresztül még tudnék beszélni, de most majd ahogy én ezt a választ kifejtem, majd megpróbálom összefoglalni, hogy mi az egyház dolga most bocsánat, hogy én itt ugye egyházazok, tehát ugye itt a, mivel hogy én katolikus vagyok, tehát muszáj egyházaznom, úgy általában a keresztény felekezetekre is mondjuk, hogy egyház, aki esetleg egyik felekezethez sem tartja magát tartozónak, tehát, tehát most akkor az egyházat, ugye az intézményes vallásgyakorlás intézményeként nevezem itt meg, tehát nem kifejezetten a katolikus egyházra gondolok, hanem úgy Überall lesz az egyházra. Na, szóval, első kérdés, hogy ugye, hogy milyen szerepe van ma az egyháznak, és ugye, hogy mit csinál az egyház, és egy kicsit már arra, hogy hogy mennyire szükség van, vagy mennyire éppenséggel leamartizálódott. Az egyháznak az egyik fő arculata, az még mindig a Jézusi útra való hát, térítése az embereknek. És ebbe benne vannak igazából azok is, akik az egyháznak a tagjai. Tehát az egyháznak a, 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 tagjait is állandóan ugye, hát próbálja visszavezetni, illetve oda vezetni a Jézusi útra, ami ugye most megint akkor a keresztényeknél ugye az üdvösség, tehát a mennyországba való ez azért nem ennyire fekete-fehér, tehát az azért ez nem ennyire fekete-fehér, hogy most csak az jut a mennyországba, aki egész életébe jó volt, és soha semmi rosszat nem követett el, mert például még a szentek életéből is, ugye a katolikus egyházban, illetve a keletieknél ugye vannak a szentek, szentek életéből is tudjuk, hogy azért ők sem voltak, nem mindegyikük volt egész életükben jó, tehát mondjuk például. De itt Jézus Isten elfogadásáról van tulajdonképpen szó. Igen. Na most ugye a magára a térítésre mindenhol szükség van, akár az egyházon belül, akár ugye egyházon kívül. Tehát ugye még mindig van, vannak olyan területek, ahol mondjuk nem ismerik Istent, és akkor őket próbálják megtéríteni vagy legalábbis egy isteni útra vezetni. De hogy mennyire le, leamortizálódott mára, Például mondjuk olyan területek is, ugye missziós területek katolikus egyházon belül, ahol, amik mondjuk régen nagyon vallásos területek voltak, és, és ma, már, ma már meg mondjuk nem. Magyarország is ebbe a kategóriába tartozik, nyilván itt ugye azért a, a kommunizmusnak az egyház az ugye eléggé visszavetette az egyházat. Aztán. Ugye, hát velünk marad-e az egyház, és illetve egyáltalán a, a, vallásos hit? Én erre azt tudom mondani a kedves kérdezőnek, hogy igen. Tehát maga, maga, a vallásos hit, a természet, és itt tényleg a természet felettiben való hitet értem, ami ugye az ősi népeknél tényleg kimerült, megjelent abban, hogy ők olyan dolgokat is természetfelettinek gondoltak, amiről ma már tudjuk, hogy nem az, tehát mondjuk egy nap, egy tűz, vagy egy vulkán akár, ugye? De magában a természetfelettiben való hit az, az olyan szinten egyidős az emberrel, az, az ősemberrel, hogy, hogy én azt tulajdonképpen lehetetlennek tartom, hogy, 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 az, hogy az megszűnjön. Tehát biztos, hogy mindig lesznek olyan emberek, akik Fognak hinni a természet felettiben. És amúgy hozzáteszem, hogy pszichológusok bebizonyították különböző kutatásokkal, hogy az az ember, akinek bármilyen természet felettibe való hite van, sokkal könnyebben megbírkózik az életben különböző nehézségekkel, tehát akár mondjuk egy gyásszal, súlyosabb betegséggel, mint az, aki abszolút semmilyen természet felettiben nem hisz, mert ugye a természet felettiben hívő embernek ugye van egy plusz kapaszkodója, ez az, amit én úgy nevezek, hogy imádkozunk az Istenhez. Nem hiszem tehát, hogy ez, ez úgymond jelentéktelenné válna. Nyilván az a szerepe, amit itt írt a kedves hallgató, hogy ugye régen valóban arra szolgált a, 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 a hit Ö, azért ugye itt megkülönbeszél, hogy a hitet a vallástól, tehát ez a vallás az, az, nekem az a kifejezetten az a vallás gyakorlás, tehát az az intézményesített hit, tehát itt most beszéljünk a hitről, amikor elhisszük, hogy valami van, vagy valami nincsen, és ugye akkor ott elhittük, hogy, hogy mondjuk a nap az egy istenség, és aztán utóbb kiderült, hogy nem, hanem a nap az egy csillag, tehát ugye magyarán, hogy egyre több mindent megmagyaráz a tudomány, de ugye pont itt a beszélgetésünk elején azért a Miklósra ezt jól kiveséztük, hogy ezek a gepek, ezek a rések, annak ellenére, hogy betöltésre kerülnek, ottól még az Istennek a, a háttérben levő közle, közreműködését, azt ugyanúgy el lehet fogadni, el lehet hinni, ezért ilyen szempontból nem hiszem, hogy elavultá válnak. Jó, hát én, én, itt, itt Claudia nagyon alaposan megválaszolta a kérdést. Én csak annyit mondanék, hogy, hogy maga a koncepció tényleg, tényleg van egy Isten alakú űr itt az emberekben. Most, hogy a pszichológusokra, hát, hogy valami olyat, hogy a pszichológusok bebizonyítanak valamit, hát azért én engedtenség, meg némi kritika pszichológia, kísérleti pszichológia tudományával kapcsolatban, de, de igen, persze világos, hogy, hogy úgy tűnik, hogy ez, 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 velünk van valamiért. Ez egy társadalmi jelenség, vagy lehet biológiai, emberi jelenség, ez az igény. Van, aki ezt felhasználja egyébként Isten bizonyítéknak például. Tehát mi, másért lenne bennünk ilyen igény, mint hogy Isten van? Persze ez nem, ez, 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 ez egy ötlet, most nem, nem azt, hogy én ezt mondom, hogy ezt így elfogadható ebben a formában, de, de én, is, én is hajlok arra, hogy az ember ilyen, és ennek megfelelően a vallás funkciója megváltozik, nyilván nem természettudományos magyarázó ereje miatt vallásosak, akik manapság vallásosak, legalábbis remélem, viszont hát attól még, attól még, nem, tehát ne, igen, tehát igazából a vallás, mint vallás, az ugyanúgy vallás marad, hát semmi, semmi, most a más kérdés, hogyha felfedezik az időutazást, és valaki visszautazik, és mit tudom én, azt tapasztalja, hogy mégsem nyílt ketté a Vöröstenger, vagy mit tudom én, most, hogy direkt -ne keresztény példákat hozzak, hogy Mohamed nem repült át Jeruzsálemi templomhely tetejére, vagy, vagy mit tudom én. Ugye fölmerülhetnek kérdések, ez, ez, fölmerülhetnek kételjek. Tehát, hogy, hogy, hogyha erre gondol, aki írja, hogy a vallásnak az alapjai megrendülhetnek-e, főleg a kinyilatkoztatásos vallásoké, mint például a, a, a zsidóság, a kereszténység, vagy az iszlám, ugye, ami, ahol, tehát, ami nem olyan, mint mondjuk a, mit tudom én, a taoizmus, vagy a vagy a buddhizmus, ahol nem, nem az a fő központi tétel, hogy most ezt így valaki kiállt a hegyre is, vagy le, lehozta a Sinai-hegyről a kőtáblát. És, tehát, hogy, hogy, hogy a kinyilatkoztatásos vallások talán ö, emiatt egy kicsit veszélyeztetettebb helyzetben lehetnek, mert ö, <laughs> kiderül, hogy, hogy mit tudom én, nem úgy volt. Ez, 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 egy nehéz probléma, de egy messzire vezetne. Hogyha most ebben Isteni is csoda lenne az is, ha a múltba tudnánk utazni. Igen, meggyőződésem, hogy ez nem lehetséges, tehát igazából ez a, ez a veszély nem fenyeget, tehát ilyen értelemben se bizonyosságá, se kiábrándulásá nem tud emiatt válni a hit. Tehát a hit az tök jó, mert a hit az hit marad ilyen értelemben, hogy, hogy, hogy komolyabb pénzösszegeket tennék fel arra, hogy visszafelé nem lehet utazni az időben, amint azt már sokszor kitárgyaltuk a Paralaxis Podcastban. <laughs> Emlékeztek arra a filmre, aminek az a címe, hogy a test. Én nem sok mindenre emlékszem, de érdekes, arról szól, hogy valakik úgy tűnik, hogy megtalálják Jézusnak, a csontvázát. Na, az ugye gáz, ugye? Mert hogyha megtalálnák Jézus csontvázát egy, egy sírban, akkor ugye abban egyértelműen következne, hogy a feltámadás, legalábbis abban a formában, ahogy ez le van írva a Bibliában, nem történhetett meg. És akkor izé, tehát hitevesztett szerzetesek ugrálnak ki az ablakon, meg a, és aztán végül egy csodálatos, most nem akarom elszpoilerezni a filmet, kiderül, hogy végül nem is Jézus volt az, de de a lényeg az, hogy hogy. Hogy hát azért ott az komoly, komoly impactja volt a film szerint. Én egy érdekes film ebből a szempontból, de őszintén szólva nem sok mindenre emlékszem belőle. Ez volt a címe, hogy a test. De ezek szerint is hallottatok róla. Nem. Tévében láttam kb. 20 éve. <laughs> a napokban belefutottam az egyik kedvenc írótok ne. Dan Brown ne. egyik moziába. <laughs> az angyalok és démonokban megütötte a fülemet, hogy a szemben létrehozott és mágneses csapdába ejtett antianyagot illetik az isteni részeske kifejezéssel. Pedig ha isteni részeskéről beszélünk, akkor a Higgs bozon talán közelebb áll ehhez. Igaz ugyan, hogy a fizikusok többsége nem tartja szerencsésnek ezt a marketing szülte elnevezést, de mindenki ez az a részecske, ami a Higgs-tér közvetítőjeik felelős a többi részecské tömegéért, és kedves hallgatónk Dufek Csaba arra kíváncsi, hogy mit szólna Jézus a Higgs bozonhoz, és miképp korrelál az Ószövetség a kvantumfizikával. Na most először is ez egy érdekes dolog, hogy mi a tökömtől lett a Higgs részecske, ami egy ugyanolyan részecske egyébként, mint bármi más, a standard modell eleme hasonlóan mondjuk az elektronhoz, vagy mit tudom én, a műon neutrinohoz hogy a tökönbe lett az isteni részecske. Természetesen, mert hogy tényleg, tényleg volt, volt, még talán könyv is megjelent, aminek The Gut Particle volt a címe, de hogy ez az egész honnan jön? Természetesen onnan jön, hogy ugye, amik a a Amerikában akarták először felépíteni, talán a Fermilab nál levő nagy amerikai részecske gyorsítót akarták kibővíteni úgy, hogy alkalmas legyen a Higgs bozon kimutatására. Ezt végül ugye nem tették meg. A Higgs bozont Európában fedezték fel, a CERN-ben, ahogy mondtad is. De, de miért nem? Hát azért, mert természetesen egy ilyen óriási több milliárd dolláros kormányzati döntést ugye alaposan meg kell indokolni, és ilyenkor kongresszusi meghallgatások történtek, és természetesen nyilván az egyik déli államnak valamelyik szenátora vagy képviselője feltette az ominózus kérdést, hogy jó, jó, de hát ha ennyi pénzt fogunk, ennyi pénzt ölünk bele, hogy, 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 ez, ez, ki, hogy ez, mit tudom én, meg, hogy ez meg fogja -e találni Istent. Ugye? Tehát ez az a kérdés, amit igazából már <coughs> de Nagy Péter cár is föltett annak idején talán Eulernek, vagy, vagy <laughs> tehát, hogy, hogy meg, meg, fogja találni Istent. Ez az izé, és akkor... És akkor, és akkor az amerikai, várjál csak, hogy az amerikai valahogy felültek egy kicsit erre a, erre a, a vonatra, hogy, hogy, hogy God Particle, hogy hát, hogy, 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 izé, hogy, hogy persze pont azért, mert, mert Amerikában mindent el tudsz adni, bármit, egy hamburgert, egy elnökválasztási kampányt, egy tömeggyilkosságot, akármit el tudsz adni az átlag amerikai szavazónak, különösen a Bible Belt nevű övezetben, ugye, ami ott a déli államokon megy keresztül, vallásos jámbor kisvárosi Amerika, sőt, hát falusi Amerika, hát, ha, ha megnyomod a God button az Isten gombot, akkor, akkor az működik. Most nyilván itt volt egy ilyen ötlet, hogy hát ők megnyomták az Isten gombot, hát ha ettől lesz a nagy részecske gyorsítóra pénz, hát nem, nem lett, ezúttal nem működött a gomb, úgyhogy az amerikaiak nem tudták felépíteni azt az óriási hadron ütköztetőt, tehát helyett Európában megépült, ugye, mindmáig szerintem az Európai Unióban a legtöbb, legnagyobb összegű adapkutatási projekt, az a nagy hadron ütköztető megépítése volt a CERN-ben, és valóban szállította a Higgs bozont. Hát a Higgs bozon, mit szólna Jézus a Higgs bozonhoz? Hát miért? Hát mi? mit, mit szólna bármihez? Hát ugye Jézus, mint történeti személyt vizsgáljuk, ugye Jézus, mint történeti személy valószínűleg fel tudta volna fogni ezeket a dolgokat, és pontosan ugyanúgy, ahogy fel tudta tehát mit, szólt volna, hát mit szólt volna Jézus? Hát mit tudom én, hát ha érdekelte volna a fizika, azt nem tudhatjuk, de hát mondjuk, aki mondjuk, ilyen, aki mondjuk egy ács volt, az elképzelhető, hogy, hogy nem csak a mérnöki, hanem a természettudományok iránt is érdeklődött, és akkor valószínűleg tetszett volna neki, hogy van egy részecske, ami tömeget ad a többinek, de hát <laughs> és ez, ez ennél mélyebb választ nem tudok adni. Manapság a XXI. században, mintha a vallás kisé le lenne maradva ahhoz képest, hogy évszázadokig befolyásolta az emberek gondolkodását, a világról, a természetről való hitét, és ahelyett, hogy a tudományos eredményeket megpróbálná valahogy beilleszteni Köti az ebet a karóhoz, hogy a világ 6000 ezer éves. Pedig valójában, ha Istenre gondolunk, mi lehetne elegánsabb gondolat például az ősrobbanásnál, az univerzumunk valódi teremtésénél? Hát szép, de blasfémia, de, de szép. Persze. De hát maga az egész, az rettenetesen elegáns egyébként, oké, okay, tehát az egy elegáns dolog, az egész ősrobbanás, az egész evolúció szerintem rettenetesen elegáns dolog, és... Őszintén szólva azt kell, hogy mondjam, hogy ha én Isten lennék, ennyiben hála Istennek nem vagyok, hogyha én az lennék, és akkor egy kicsit szúrjunk oda, mert hogy a Darwin, meg az intelligens design, meg ezek ugye még nem is kerültek igazából szóba. Tehát, hogyha neked választanod kéne, hogy te úgy alkotsz meg például, mit tudom én, egy, egy világegyetemet, meg egy élővilágot, hogy mindent úgy egyesével szépen kifaragsz, és hogy minden szépen összeszerelsz, tényleg, mint egy órásmester, avagy, fogsz valami ilyet, olyat, mint ami egy ilyen zip self-extracting package kb. Tehát egy ilyen zip archívum, amit letöltesz, és megnyomod, és magát kibontja, és telepíti a program az összes részét, és minden izé. Ez mennyivel elegánsabb? mint hogyha mindent egyesével kéne megcsinálni. És hát az a gyönyörű az egészben, hogy, hogy, tulajdonképpen például, ha az evolúciót megnézed, hogy hogyan egy, önsze, egy, önszerveződő módon, egy néhány paromi egyszerű szabályra fölépülve, hogyan alakul ki a végtelen bonyolultság és szépség, ami a természetben van. És egyébként ez az őstrobanásra is igaz. Hát az olyan gyönyörű, hogy, hogy ez uh, maga is sokkal isten Igen, tehát, so, tehát, teh teh sokkal, hát én az, ha valamit el lehet várni fizikusként egy istentől, az az, hogy így elegánsan csinálja a dolgokat, és hát annál elegánsabbat, mint hogy ez a világ a végtelen, néhány nagyon egyszerű egyenlet és nagyon egyszerű szabály felírása következtében ilyen baromi bonyolultá és elképesztően felfoghatatlanul végtelenül komplexé vált. Hát, annál szebbet nem lehet elképzelni, szerintem hívőként se. Szóval Jézus szerintem nem, nem botránkoztatná meg <laughs> nem, nem, a, nem a részecske fizikusok lennének azok, akiket jelenleg ostorral vernek ki a, a, labor, laborból, hogyha itt lenne a történeti Jézus, aki ugye a kereskedőkkel csinálta ezt a templom előtt. Szóval... <laughs> De volt még valami más kérdés, tehát volt a higgs -bos... Miképp korrelál az Ószövetség a kvantumfizikával? Hát leginkább sehogy. Hát a kvantumfizika az tök jól megvan, az Ószövetség is, is tök jól megvan. Hát a, 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 ahol a kettő valamennyire érintkezik, az pont a teremtés történet, de azt már valamennyire kiveséztük. Egy, egy szép dolog van, azt mondja, ugye az első mondata a Bibliának, hogy, vagy hogy van? Kezdetben de hogy... az Isten az eges és a Földet. Bereshit, így van, Bereshit bara Elohim, mert a Sama, én vagy Hárez, vagy Tohuva, és akkor Vényom Elohim, Jehi Or, vagy Hi Or. Tehát az, hogy ugye az első dolog, amit megcsinált, azt mondja, hogy legyen, a Héber úgy mondja, hogy fény, hogy magyar fordítás, magyar fordítás szerint, ugye, világosság. -e. Tehát, hogy, hogy legyen világosság és önvilágosság. Ez szerintem például egy marha-poén dolog, hogy, hogy az első dolog, ami megjelenik, az a fény. Igen, de tudod, a hogy fé... miért? Ö, nem tudom. Ez egy vicc lesz. Sötétben nem lehet dolgozni. Ja. <laughs> Na ahhoz képest, hogy az ősrobbanás után több százezer évnek kellett eltelnie, mire a láthatóvá vált a fény az univerzumban. Persze, mert azt jelenti, hogy addig átlátszatlan volt a világ, de az nem azt jelenti, hogy nem voltak fotonok, csak azt jelenti, hogy a fotonok ugye, mibe voltak, kölcsönhatásba az anyaggal, és ezért az anyag lényegében átlátszattan volt egészen addig, amíg az anyag kellőképpen fel nem higult, meg az univerzum eléggé -e nem hűlt ahhoz, hogy a fény az már úgy meg tudjon tenni valami tá komolyabb távolságot, hogy anélkül, hogy elnyelődjön. Na, de attól még a fény, a foton, az, az mi az? Az a szintiszta energia, ugye? Fényből lehet bármilyen részecskét csinálni ugye, nem tudom, tudtátok-e, tehát fényből tényleg lehet csinálni tetszőleges részecske, antirészecske párokat. Tehát szerintem ez egy poénos, véletlen kezdés, hogy ugye sötétben nem lehet dolgozni, de, de egyébként ezen kívül is szerintem egy nagyon elegáns ötlet volt attól, aki ezt összehozta, ezt a bresit, ezt a genezist, ezt az első, első fejezetét a Bibliának. Ez nagyon nagyon elegáns volt, hogy az első megteremtett dolog az a fény. Hát aztán ott, ott már vannak problémák, hogy a többinek a sorrendiségét illetően, de. De annak már nincs is köze a kvantummechanikához, és ez volt a kérdés. <laughs> Fényből lehet világot csinálni, ezt, ezt, ezt aláírom. Tehát aki először megteremti a fényt, az utána tényleg tud belőle anyagot létrehozni. Mint ahogy ez egyébként történik is. Tehát amikor tényleg van olyan, hogy a spontán párkeltés, tehát hogy bejön a fény, és akkor keletkezik belőle egy mit én elektron pár bizonyos valószínűséggel. Az már a jók és a rosszak harca, hogy vajon, vagy mit tudom én, hogy miért lett több anyag, mint antianyag, mert ugye azok ugyanúgy, ha találkoznak szét is sugároznak, tehát vissza alakulnak fényé, mi a túróból van az, hogy most mégis egy any anyagból álló világban vagyunk? Ha. <laughs> hát, ha az antianyag győzött volna annak idején az anyaggal szemben, akkor most azt hívnánk anyagnak. A kínaiak is van. kajának hívják a kínai kaját. Ez így van, de ettől még nem vagyunk kisegítve, hogy hol van a másik fajta. Mert ugye, mi, 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 hol sérült a szimetria? Na mindegy, de ennek semmi köze Jézushoz, vagy az Ószövetséghez, mert <laughs> ne térjünk el. <laughs> mi történne, ha egyszer csak megjelenne köztünk Jézus? Más, hogy mondva Jézus manapság szelfizne? Ö, na most egy kicsit messzebbről indulnék erre a kérdésre válaszolni, és itt reflektálnék mind a kettőtökre, mert látom, hogy úgy, ahogy Miklós mondta, hogy ti tényleg a, ugye a történeti Jézus felől közelítitek meg ezeket a kérdéseket. De most nyilván egy, egy, vallásos ember, azért, tehát azt ne felejtjük el, hogy Jézus az egy, egyszerre ugye Isten is, tehát ugye ez a Szent Háromság egy Istenben három személy, a Fiú Szentlélek. Tehát Jézus, azt ne kezeljük úgy, mintha ő most nem tudná, hogy itt a Földön mi zajlik. Tehát ő, ugye ő nagyon jól tisztában van azzal, hogy ki mit csinál, és most személyenként is, hogy ki mit csinál, meg azzal is, hogy, azzal is, hogy, hogy mi történik a Földön, hová fejlődött azóta a Föld, amióta ő ugye keresztény tanítás szerint ugye felment a mennybe, tehát itt hagyta a földi világot, tehát ő ezzel tisztában van. Szóval ő mondjuk csodálkozni semmi nem fog, tehát mondjuk egy Higgs bazon részecske ugye, nem fogja meglepni, mert, mert tudja, hogy van egy ilyen, és azt is tudja, hogy az micsoda, sőt, lehet, hogy jobban tudja, mint mi. Mert ugye ilyen is van, hogy sok tudományos dolgot, amit felfedezünk, mondjuk akár mondjuk egy fekete, lyuk, ugye még mindig nem tudjuk, hogy mi van a fekete lyuk belsejében, tehát Isten meg ugye tudja ha feltételezzük azt, és ugye keresztény tanítás szerint azt mondjuk, hogy ugye Isten az mindent tudó. Na, tehát ugye akkor egyrészt ez, a, ez a, az én kiinduló pontom, hogy, hogy Jézus tisztában van a földön folyó dolgokkal. Aztán, ugye, mi fog történni, hogyha Jézus visszatér? Hát ezt ugye, aki olvasta a Bibliát, ott ugye a jelenések könyve, szépen leírja. Én azt gondolom, és Jézusnak a személyiségéből kiindulva, amit ugye a Bibliában látunk, biztos, hogy, hogy jó néhány embert, akár hívő, akár nem hívő, akár a vallásnak mondjuk képviselője, akár nem megfedésre fog kerülni. De ebben benne vagyok én is, mondjuk, tehát én se vagyok egy műde szent ember, azért van ennyi önkritikám, Ö, ugye itt, itt kiindulva abból, hogy azért tudjuk, hogy Jézus valóban ö, többször megfette, akár a saját tanítványait is, ugye, ö, akár a, a Lázs Miklós már mondtad, ugye a zostorral szétcsapott az árusok között. Ja, ja, igen, igen, hogy én azért a történelmi Jézusból, ugye a megtestesült, Krisztus inkarnátus, vagy mi, tehát a megtestesült ö... Ből indultam ki, mert nyilván a feltételező az ember, hogy, hogy Isten úgyis minden tud, persze, igen. De, de hogy az egy nagyon érdekes és hosszú teológiai vita, hogy vajon konkrétan a, a három évig a föld felszínén sétálgató názáreti Jézus, az vajon hogy, hogy viszonyul lehez? Hát ez egy nagyon hosszú és érdekes, több évszázados irodalmat reményező kérdés. Egy biztos, hogy a Higgs bozon valószínűleg nem botránkoztatná meg őt sem. Műsorunk végén nem maradt más hátra, mint hogy felhívja minden kedves hallgatónk figyelmét, hogy természetesen minden vallást tiszteletbe tartunk, és senkit sem áll szándékunkban esetleg hitében megbántani ezzel a műsorral. Paralax is a legközelebb április 28-án jelentkezünk, akkor a függetlenség napjával folytatjuk majd a Roland Emmerich filmek tudományos vizsgálatát. Mit fizet nekünk ezért az Emmerich basszus? Húsvét hétfőtől pedig patronálóink számára elérhetővé válik az egyébként majd nyáron induló White Sam nosztalgikus filmes kibeszélünk első adása, amelyben az utolsó Csillagharcos című filmet beszéljük ki Faragó Dév és Kő Gergely társaságában. Te az Emmerich az egyik patronálónk. Néven. Szerintem. Ivan is Rígá, Claudia és Vince Miklós nevében is kellemes húsvéti ünnepeket és további kellemes podcast hallgatást kívánok mindenkinek és ne felejtjétek, Ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.